most pedig egy kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk, mégpedig a turizmus témakörének egy érdekes szegmensével. A fenntartható termelői piaccal fogunk foglalkozni. Ehhez lesz segítségemre három vendégem, akiket arra kérek, hogy fáradjanak a színpadra. Elsőként dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke következik. A szervezet célja környezetkímélő, a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási formák és értékesítési rendszerek elterjedésének támogatása, valamint a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának segítése. Második vendégem Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor kurátora, Győr és Mosonmagyaróvár környékén Rajkától Dunaszegig kistermelői és kézműves vásárokat szerveznek, mintegy 80 partnerrel rendelkeznek. Fontosak számukra az olyan értékek, mint a hagyományőrzés, a környezettudatosság, hulladékmentes vásáruk nagy sikert aratott a térségben, ahogy a közösségépítő tevékenységük és a vásárokhoz kapcsolódó kulturális programjaik is. És ide várom a színpadra Pair Annát is, ő a Dunaszigeti Zöldségközösség alapítója és működtetője férjével együtt. 10 éve közel 50 családot látnak el a térségben az általuk termelt zöldségkosarakkal. Gazdaságukban alig van szükség növényvédelmi beavatkozásra, köszönhetően az összetett élőhely rendszernek és a gondos tervezésnek. Olyan környezetet alakítottak ki ugyanis, ahol a növények egészségesen fejlődhetnek. Köszöntöm Önöket, de távol ültek tőlem. Témánk pedig a fenntartható... Nyugodtan, jöjjön közelebb. Igen, igen, legyünk össze, de így, sűrűsödjünk be. Témánk a fenntartható piac, de legelőször is határozzuk meg a fogalmat, mitől fenntartható egy piac, vagy mitől fenntartható egy termelői termék. Zoltán. Hát ezt elég nehéz megmondani egy hirtelenjében. Tulajdonképpen inkább nem is úgy gondolom, hogy maga a piac vagy a termék, hanem hogy ennek a működtetése az, ami nagyon fontos, hogy valamilyen szinten fenntartható legyen. Anna? Hát tényleg nagyon összetett. Ugye egyrészt beszélhetünk környezeti, gazdasági, meg társadalmi fenntarthatóságról is, és szerencsés, hogyha ez mind a három összejön egy modellben. Én talán azt emelném ki, hogy, mert ennek is vannak szintjei a fenntarthatóságnak, hogy a szempontok is, meg az, hogy milyen mélységben megy ebbe bele egy adott modell. Én azt emelném ki ennél a kérdésnél, hogy akkor fenntartható, hogyha felelősséget vállalunk azért, hogy az, amit előállítunk, vagy fogyasztóként az, amit megveszünk, az a jelenben és hosszú távon is jó hatással van a környezetére. És ez nem csak a természeti környezet, hanem a társadalmi környezet is. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan indultak el önök, milyen jó példák voltak önök előtt, amikor a zöldségkosár programjukat kitalálták, vagy mindent maguktól találtak ki? Szóval hogyan indult ez az egész, és hogy épül föl? Ha megengeded, akkor egy nulladik mondattal kezdeném, hogy egyáltalán mi ez a zöldségközösség, mert már keverednek a fogalmak, a kosárközösség meg a zöldségközösség. A zöldségközösség, amit mi csinálunk, az egy olyan modell, ahol van egy termelő, aki egy évben folyamatosan egy megállapodás alapján fix családokat, a mi esetünkben 50 családot ellát zöldséggel, vagy bármilyen terménnyel. És ez alatt az egy év alatt megosztoznak minden terményen, ami a gazdaságban megtermett, és cserében a tagok gazdaságilag is finanszírozzák ennek a modellnek a működését. Úgyhogy ez a zöldségközösség. Szerintem Zoli majd esetleg beszél a többiről, és akkor az úgy hitelesebb lesz, mert ő meg azzal foglalkozik. És ami modellek alapján mi elindultunk, ezt nem mi találtuk ki, ez a világon sok helyen már működik, és Franciaországban van nagyon nagy hagyománya, főleg ennek a modellnek, amit mi csinálunk, hogy egy gazdaság, egy gazda van, és körülötte a családok. És mi ezt úgy hallottunk róla, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete hozott Magyarországra franciákat még a 2009-2010-ben valahogy így, és akkor két-három gazdaság elindult Magyarországon, és mi felvettük velük a kapcsolatot, illetve a férjem egy nagyon szerencsés helyzetnek köszönhetően szintén a Tudatos Vásárlók Egyesületével egy svájci tanulmányútra eljutott. Teljesen véletlen, nagyon vicces sztori. És ő akkor ott Svájcban élőben látta egyrészt azt is, hogy ez a biogazdálkodási forma az, hogy egy kicsi gazdaság meg tud élni, és magát ezt a zöldségközösséges közösség által támogatott mezőgazdasági modellt. Tehát ezt a hármat így együtt látta ott egy héten keresztül nagyon sok gazdaságban, és minket ez indított el ezen az úton. Gyorsan népszerűek lettetek, ugye 50 család tartozik bele ebbe a közösségbe, gyorsan megtaláltátok ezt az 50 családot, illetve van-e lehetőségetek bővülésre?
Az első kérdésre az a válasz, hogy nagyon kicsiben kezdtük, tehát 5 részesedéssel kezdtünk, amin mondjuk évvégére már 9 család osztozott, mert annyira sok volt az a zöldségmennyiség, amit mi gondoltunk, hogy egy családnak az egészséges zöldségellátásához szükséges, hogy sokan felezgették. A következő évre 15 részesedést terveztünk, és a harmadik évtől meg 30-at. És most pont ezek miatt, a felezések miatt egyrészt mi sokkal nagyobb zöldségmennyiséggel számoltunk, másrészt pedig valószínű ügyesebbek is vagyok az évek során, nyilván mi is beletanultunk a dologba, úgyhogy most 50 részesedésünk van, de ugyanazon a területen. De kisebbek a részesedések, szóval jobban igazodtunk a családokhoz. Területileg a zöldséges terület az körülbelül ennyi. Azt arra kérdésedre, hogy lehet-e ebből tovább fejlődni, nyilván lehet fejlődni. Mi nem tervezünk különösebb fejlődést, mármint területit vagy méretbeli fejlődést. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy nálunk a gazdaságnak a 4/5 az természetközeli terület, és csak az 1/5 az a zöldséges kert. És mi azt gondoljuk, hogy ez így egy olyan ökológiai egyensúly, ami fenntartható. Tehát, hogy ez tényleg hosszú távon fenntartható dolog, és hogy így adunk a természetnek is akkor, amikor mi a kis kertünket műveljük. Tehát ez az egyik oka, hogy nem akarunk elvenni a természetközeli területekből. A másik oka az pedig a munkaerő, tehát hogy ezt most így hárman tudjuk jól csinálni, hogyha még több embert kéne felvenni, akkor az egész modellt kéne teljesen megváltoztatni a feladatokat, vagy hogy mondjam. Tehát hogyha már fizikailag nem bírjuk a munkát, akkor lehet esetleg ezen elgondolkozni, hogyha már mi nem akarunk benne fizikailag dolgozni, akkor át lehet gondolni a struktúrát. Zoltán, a termelői piac hogyan és milyen szempontok alapján indult el? Igazából inkább lehet, hogy onnan folytatnám a dolgot, hogy hogyan sorba, akár fenntarthatóságilag, vagy egészségtudatosságilag is ez az egész rendszer, mert amiről Anna beszélt, ez a legteteje a dolognak szerintem. Ez alatt van valahol az én megfogalmazásomban a kosárközösség, amiről szó volt már, amit én inkább kijavítanék bevásárlóközösségeknek. Tehát általában a kosárközösségek azok bevásárlóközösségek. Itt annyit kell tudni róla, hogy ez úgy működik, hogy összefognak különböző termelők, aktivisták, és mondjuk egy internetes portálon kínálják a portékájukat, viszont ez még mindig nem egy ilyen webáruház, egy ilyen embereket kiszolgáló dolog, hanem egy kis aktivitást is igényel ez a dolog, illetve hát oda kell menni és át kell venni, közvetlen kapcsolat is van a termelő és a vásárló között. És ezután jön a következő lépés, a termelői piac, vagy ezek a vásárok, amiket mi szervezünk, tehát ez megint egy következő kategória, ahol élményvásárlásról beszélhetünk, tehát nincs meg az a tudatosság, amilyen az előző két variációban nagyon fontos, hanem az ember elmegy, és élmény alapján vagy fog vásárolni, vagy nem. Ugye ez termelői szempontból egy kicsit úgymond rosszabb variáció, ha így nézzük, hisz nem biztos, hogy azt a terméket el fogja tudni az ott kistermelő vagy kézműves. Úgyhogy talán ez egy ilyen elég fontos dolog, és ugye innen indult is ez az egész ki. Amit mi csinálunk, amit én csinálok, az tulajdonképpen mondhatni, hogy egy ilyen termelői piac és kézműves piac, vásárok, ahol nagyon fontos a környezettudatosság és a hulladékmentesség is, tehát fenntartósági szempontból ez egy elég érdekes dolog, illetve hát természetesen a hagyományőrzés. Katalin, az Önök Egyesülete hogyan tudja segíteni, támogatni ezeket a piacokat, vagy akár az olyan termelőket, mint Annáék? Most hallhatunk két nagyon innovatív és különleges példát. Ezek a kosárközösségek, zöldségközösségek az elmúlt 10 évben jelentek meg újra Magyarországon. Mondom, hogy újra, mert azért hasonló módú értékesítés a történelemben volt már, de mégis ez egy olyan új innovatív forma, amit meg kell tanítani a termelőknek, meg kell tanítani a vásárlóknak, meg kell értetni a termelőnek, hogyha vált és beleteszi a munkáját, beleteszi azt a társadalmi tőkét, akkor teljesen újfajta modell tud felhúzni. Ugye mi egyesületünk az pont azzal foglalkozik, hogy ezt támogassa, hogy megértesse a termelőkkel, hogy milyen jellegű innovatív élelmiszerláncok vannak, hogy van a nagyban túl is élet. A legtöbb termelő ma azzal küzd, hogy elmegy a nagybanira, és a kereskedőkkel, illetve a nemzetközi áruval, a dömpingáruval kell versenyeznie. Holott van másik út, van más lehetőség, van feldolgozási lehetőség, vannak rá jogszabályok. Hál' Isten Magyarországon is nagyon szépen kialakult ez a jogszabályi struktúra rendszer, ami a termelőket ma már támogatja abban, hogy
a piacra lépjenek, és ők maguk legyenek, és egyedi terméket állítsanak elő. És gyakorlatilag az egyesületünk 10 éves, ez a kisléptékű termékelőállítók és szolgáltatók országos érdekvédelmi egyesülete, és a mi fő missziónk az végül is egy ilyen tudásátadás. Legyen minél olyan termelő, aki mer erre a piacra lépni, és mer új dolgokat csinálni. És a kosárrendszereken, zöldségközösségeken túl például ott vannak az automaták, ott vannak az online értékesítési lehetőségek. Most nagyon sokat foglalkozunk védjegyekkel, mert azt látjuk, hogy a védjegyeknek is volt egy nagyon szép felfutó ága Magyarországon, viszont nem tudtak igazán betörni a piacra, nem tud egy helyi termelőnek brandet adni. És vannak rá nemzetközi jó példák, hogy hogyan lehet okosan, ügyesen, akár egy közösségi minőségbiztosítási alapon segíteni ezeknek a helyi termékeknek a megjelenését. És ez miért fontos? Ez azért, mert ma az átlag fogyasztó, több kutatásunk is volt rá, ma az átlag fogyasztó úgy gondolja, hogy a helyi termelői termék az nem biztonságos, mert nem kapja meg azt az ellenőrzést, amit például a Tesco-ban, vagy egy Osama, vagy bármilyen nagy bevásárlóközpontban az ipari termék megkap. Tehát a fogyasztóknak az általános része így gondolja, és fél attól, hogy termelőtől vásároljon, mert nem tudom, hogy mivel fújta meg, nem tudom, hogy tette bele adalékanyagot, nem visszakereshető. És ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a termelői piacok, ezek a közvetlen értékesítési lehetőségek megjelenjenek, termelők, fogyasztók találkozzanak, megértsék, hogy hogyan készül az a termék, mit jelent az a szó, hogy vegyszermentes, mert most ezzel szeretünk dobálózni, mit jelent az adalékmentes, és a másik oldalról meg a termelők megértsék azt, hogy hogyan tudnak ők fenntarthatóvá válni, és hogyan tudnak különböző új marketingeszközökkel odajutni a fogyasztókhoz, és elmondani, hogy ők tényleg jók. Az elmúlt egy év kulcsszavai az infláció és a termékhiány. Mennyire lehetnek az ilyen jellegű termelői piacok ellenállók ezekkel a kulcsszavakkal szemben, illetve mennyire jelenthetnek alternatívát most ebben a helyzetben a vásárlók számára? Ha még egy évvel visszább lépünk a Covid-ra, akkor nagyon izgalmas volt látni azt, hogy hirtelen minden ugye leállt, hirtelen mindenki bevásárolt és megtöltötte a spájzokat, és utána viszont szépen lassan elindultunk a termelői piacok felé, mert azok kinyitottak. És olyan gyönyörűen azonnal tudtak a termelők lépni, hogy meglegyenek a plexiüvegek, autós piacok, csak az autóban megállok, maszkkal kiadom, rugalmasak. Kicsi termelőkről, kicsi szereplőkről van szó, rugalmasak. Tavaly tartottuk a második rövid élelmiszerlánc expónkat Kaposváron, és ott is az volt a téma, hogy mennyire tud rugalmas lenni most, tehát ez a termelői réteg, hogyan tudunk az inflációra, a háború adta problémákra választ adni. És nagyon sokan azt mondták, hogy a kisméret az rugalmasabbá tesz, de ehhez az kell, hogy folyamatos információ átadás történjen a termelőknek, hogy milyen lehetőségei vannak. Ezért mi próbálunk tanulmányutakat szervezni, nagyon-nagyon sok infografikánk van, online megjelenésünk, hogy lássuk azt, hogy mit vessünk, hogyan tudunk tervezni, hogyan tudunk termelőket bevonni egy közös tervezésbe, hogy azt állítsam el, és olyan mennyiségben, ami el is fog fogyni ebben a jelenlegi árversenyben. Katalin az előbb említette, hogy hát hogy is mondjam, a vásárlók egy része kicsit bizalmatlan mondjuk a helyi termékekkel szemben. Önök érzik ezt a bizalmatlanságot? Éreznek ebből valamit, illetve ehhez kapcsolódóan milyen kihívások állnak önök előtt? Hát nálunk azt gondolom, hogy azért ez speciális, tehát azt hiszem, hogy ezt a Katalin se, pont a zöldségközösségek, inkább a piacra az, ami ebből én a kivétel, is. Igen, tehát azt gondolom, hogy erre inkább a Zolinak érdekes válaszolnia, mert nálunk ez pont ennek az ellenkezője van. Így van. Hát vegyes a dolog. A rugalmasságra szeretnék reflektálni, hogy az tényleg abszolút meg tudom, alá tudom támasztani. Tehát amikor mi is elkezdtünk nyitni a Covid után, akkor rettenetesen gyorsan sikerült mindenkit összerántani, és hogy a vevők is egyébként nagyon nagy bizalommal fordultak hozzánk, és jöttek hozzánk vásárolni. Az, hogy minőségbiztosítás, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, tehát én azt szoktam erre mondani, hogy igazából bizalmi alapon működik a dolog, tehát alá lehet támasztani, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ugye nyilvánvalóan a NÉBIH és egyéb szervezetek ugye ellenőrzik azért a kis termelőket is, de lényegesen szigorúbb az ellenőrzés valóban máshol, mint náluk.
Viszont ez ugyanúgy a pozitívuma is lehet a dolognak, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vásárló az kezdjenek kommunikálni avval a termelővel, akitől vásárol. Alakuljon ki egy bizalmi viszony, tehát erre értettem ezt a bizalmi viszonyt, mint minőségbiztosítást. Szerintem az én meglátásom szerint egy 3-4 mondatból azonnal rá lehet jönni, hogy ez a termelő, az valóban ő csinálja azt a terméket, valóban ő állítja elő, vagy pedig sem, és ezt szerintem egy laikus is meg tudja, le tudja szűrni nagyon-nagyon gyorsan. Annáik ugye 50 családot fognak össze a piacokra, rengetegen kilátogatnak. Milyen szerepe van a közösségépítésben a piacoknak, vagy a helyi termelőknek? Bármelyikük válaszol. Ugye én legalábbis kettő oldalról nézem a közösségépítését itt a piac szinten, ugye a termelőknek a közössége, illetve a vásárlóknak a közössége. Én nagyon fontosnak tartom, és talán a Szigetközi Szatyornak a fenntarthatóságának az egyik legfontosabb pontja azt, hogy én igazából igyekszem egy közösségé kovácsolni azokat az embereket, akikkel én együtt dolgozom. Ezt úgy gondolom, hogy azért nagyjából egészen jól sikerült is. A vásárlóknak a közössége az pedig inkább arra az oldalról megközelíthető dolog, hogy ők mennyire tartják fontosnak azt, hogy eljöjjenek. Ugye mi nem egy bizonyos ponton tartunk rendezvényeket, ahogy mondjuk egy városi piac, és egyébként ez mondjuk Mosó-Magyarországon például nagyon-nagyon jól működik a helyi piac, mi inkább kint vagyunk sziget közben, kis településeken, ott sokkal nehezebb dolgunk van, hisz ott a helyiek tulajdonképpen egymás között is tudják, hogy kitől hol mit lehet esetleg megvásárolni, bár mivel egyre többen költöznek ki városiak kis településekre, ennek az felépítése, azért ez úgy gondolom, hogy egy elég fontos feladat, és talán ebbe tudunk mi részt venni, hogy különböző helyszíneken jelenünk meg, ahova utánunk is jönnek a vásárlóink, illetve maguk az árusok is elmennek ezekre a helyszínekre, és megismerhetik őket. Anna, az önök 50 családja mennyire van szoros viszonyban egymással? Hát nálunk nyilván ez egy azért is sokkal szorosabb, mert itt tényleg van egy konkrét közös cél, ami a tagoknak is közös célja, meg nekünk is közös célunk, tehát ugye itt eleve nem különben a két oldal, hanem ugyanazért a célért teszünk mindannyian. És hát ez működik, tehát hogy ez működik egyrészt a gazdasági részében is, másrészt működik az egymás segítése a legapróbb dolgoktól, hogy mondjuk elviszem a másiknak a zöldségét, odáig, hogy közösen találunk ki dolgokat, meg hogy mondjuk recepteket cserélünk, vagy az életmóddal kapcsolatos dolgokban segítjük egymást. Tehát egészen hétköznapi dolgokban is kialakul a közösség. És itt különben vissza tudnék kapcsolni erre is, hogy az ilyen nehéz helyzetekben, vagy ilyen válságos helyzetekben, én azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos ez a közösség, mert megtapasztalhatják azt az emberek, hogy van ráhatásuk arra, hogy egy nehéz helyzetet megoldjanak. Tehát sokkal kiszolgáltatottabb az az ember, aki akár az élelmiszerét, akár bármi mást egy olyan helyről szerzi be, amire abszolút semmi ráhatása nincsen. Hogyha nálunk van valami probléma, akár ilyen külső gazdasági probléma, de bármi más, akár egy kisebb dolog is, akkor azt mi közösen tudjuk megoldani. Tehát mi nem egyedül vagyunk ebben a helyzetben. Egyrészt ez nekünk is jó, hogy ott van mellettünk az 50 család, de én azt gondolom, hogy az 50 családnak is ez egy hatalmas dolog, hogy ők nem kiszolgáltatottan várják otthon, hogy most hát vagy leszedik Spanyolországban a paradicsomot és idehozzák, vagy nem, vagy lesz rá pénz, vagy nem, hanem adott esetben, hát most ilyen még nem volt, de mondom, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ha úgy van, akkor ki tud jönni és le tudja szedni. Tehát az az ő kertje, és hogy szerintem ez nagyon fontos az embereknek manapság megtapasztalni, hogy igenis van ráhatásuk a dolgokra. Katalin, a turizmusban milyen szerepet töltenek, illetve tölthetnek be a jövőben talán még inkább a termelői piacok? Ugye látunk erre példákat, például Káptalan Tótiba egészen sokan elzarándokolnak, hogy ott megnézik a helyi termelőknek a standjait. Szóval lehet-e akár a sziget közben is, kinőheti-e magát a sziget közben is egy ilyen piac, ahova messzebbről is jönnek? Abszolút. Akár a zöldségközösségek, akár a bevásárlóközösségek, akár a piacok nagyon fontos turisztikai potenciállal rendelkeznek. Minél több termelő, minél több kézműves termelő tud rajta megjelenni, annál inkább. És látjuk ezt, hogy nem csak Magyarországon, a Káptalan Tótiban, de Nyugat-Európában is számos olyan piac van, aki élményvásárlást tud ajánlani. És főleg most a Covid után, ha megnézzük, ez a fő
igénye a termelőknek az élményvásárlás, és akik piacra járnak, nekik ez az egyik fő motivációk, azon túl, hogy egészséges élelmiszert szeretnének. Most foglalkozunk egy agroturisztikai fejlesztéssel, ami kapcsolódik a mai előadásokhoz, meg beszélgetésekhez, és azt látjuk, hogy jelenleg a termelőknek csupán 1% alkalmas arra, hogy kinyissa a portáját, és fogadja a vendégeket. Pedig ott van a falusi turizmus, ott van a vendégasszal, ott van a lakásétterem, tehát vannak lehetőségek. Úgyhogy igazából a következő időszakban szerintem ez lenne az egyik legfontosabb feladat, hogy térségi szinten, szigetköz szinten is a termelői piacok és a nyitásra alkalmas porták egy hálózatban megjelenjenek, és attól egy szép turisztikai csokor kínálat tud kialakulni agroturizmusban is. Hát ha már az előbb az élmény szót említette, akkor élmény volt önökkel beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük is. Köszönjük.